Nagyon drágultak az albérletek győrben az elmúlt időszakban. Az egyik győri ingatlan közvetítő cég tulajdonosa azt mondja, a határa csillagoség, de 150 ezer forint alatt már szinte nem is lehet kiadó lakást találni. Még ennél is magasabb lehet az összeg ott, ahol az infláció követés is szerepelt a szerződésben. Ahol a bérleti szerződésekben benne volt, hogy a, a bérbeadó az inflációval emelhet, ugye volt azért ilyen 17%-os infláció is, tehát hogy azok is nagyon-nagyon megemelkedtek ezek, a, ezek az árak. Annak a, a bér, bérlőnek szerencséje volt, ahol ezt a nem érvényesítette a bérbeadó, vagy nem ilyen szinten érvényesítette, úgyhogy nagyon elszálltak, és nagyon nehéz találni. Tovább nehezítheti a helyzetet, hogy a kereslet nagy, a kínálat viszont kicsi. A bérbeadók egyre jobban megválogatják, kitengednek be a lakásba, ezért annak, aki megengedheti magának, a vásárlás jelentheti az alternatívát. A piacot most az új családtámogatási rendszer mozgatja, amelyet használt lakások esetében is lehet érvényesíteni, tette hozzá Molnár Kristóf. Az állampapír, ami általában azért egy nagy vetélytársa a befektetési ingatlannak, amíg egy 15-20%-ot kockázatmentesen lehetett keresni állampapírban, addig nagyon-nagyon sok pénz áramlott ki a befektetési ingatlan piacról, és áramlott át az állampapír piacra. Most ugye most már az új állampapírok azért jóval 10% alatt vannak a kibocsátások. A szakértő szerint az állampapír hozamok csökkenésével a pénz újra megjelenhet az ingatlan piacon, ahol egyre feljebb és feljebb kúsznak az árak. Egy átlagos panellakás a tavaly évvégi 25-26 millió forint után ismét 30 millió forint felett cserélhet gazdát, az új építésű ingatlanok esetében 1 millió, 1 millió 200 ezer forintos négyzetméter árral érdemes kalkulálni. A 100 és azt látjuk, hogy 100 és 200 millió között azért vannak tranzakciók, tehát ugye ez már azért Persze nem is azt mondom, hogy, hogy megszokott a tranzakció, vagy szokásos, de azért belefutunk egybe-egybe. A 200-300 millió forintos lakossági tranzakciók viszonylag ritkának számítanak, de évente egy pár ezekből is megvalósul, fogalmazott Molnár Kristóf.